Üdvözlünk mindenkit a videójátékos érdekességekben kicsit pangó 2014-es nyár közepéből, de azért természetesen a mostani adás is érdekesnek ígérkezik. Arról nem is beszélve, hogy lassan elstartol a Gamescom, és fuldokolni fogunk a bejelentésekben. Ezúttal is jó szórakozást! A Gearbox Software bejelentette legújabb játékát, ami a Battleborn címet viseli, és 2015-ben jelent meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. A játék egy FPS lesz, amiben kooperatív módban 5-en, mi kompetitívben 10-en játszhatunk. Nos, sokan már kitalálhatták, hogy egy újabb mobát köszönhetünk a Battleborn személyében, ami igyekszik majd kicsit felpesdíteni az egyre inkább felhígulni látszó műfajt. A Microsoft bemutatta a PC-re, tabletekre és mobilokra megjelenő free-to-play Zoo Tycoon Friends-et, amiben egy kis állatkert menedzselése lesz a feladatunk. A különböző verziók egyébként összeköthetőek, így akár menet közben is folytathatjuk az otthon megkezdett elefántürülék takarítását. Még tavaly ősszel jelent meg PC-re a Shadow Warrior Remake, ami most végre konzolokra is befuthat. A PlayStation 4-re és Xbox One-ra érkező kiadás egyébként teljesen megegyezik majd a korábbi verzióval. A The Witcher atyának, Thomas Gopnak legújabb gyöngyszeme, a Lords of the Fallen hamarosan megjelenik. A City Interactive bejelentette, hogy az akció RPG játék október 31-én fut be PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. A cuccos egyébként nem titkoltan a Dark Souls alternatívája szeretne lenni, amiben egy Harkin nevű elítélt bűnözővel keressük a megváltást. A Sega bejelentette, hogy ha előrendeljük az Alien Isolation-t, akkor további extraként két exkluzív missziót kapunk a többi mellé, amiben az 1979-es film főszereplőivel is összefutatunk, sőt egy-egy jelenet meg is elevenedhet majd a szemünk előtt. A játék egyébként október 7-én jelenik meg PC-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra, PlayStation 3-ra és PlayStation 4-re. A Sony bejelentette egy újabb PlayStation 4 bundle-t, aminek hála a konzol mellé a Drive Clubot is bezsákolhatjuk, természetesen valamivel olcsóbban, egészen pontosan 440 euróért cserébe. Eközben bemutatták a játék dinamikus időjárás rendszerét is, amit majd később egy ingyenes Fold formájában kapnak meg a játékosok. Immáron az NHL 15 is megkapta a legújabb Ignite motort, aminek hála sokkal szebb meccsekben gyönyörködhetünk majd. A szemorgazmus egyébként csak az Xbox One-os és a PlayStation 4-es kiadásra igaz, a korábbi konzolos verziók valamivel haloványabban fognak festeni. Szeptember 2-án jelenik meg Amerikában a Heavenly Sword film DVD-n és Blu-ray-en, de sajnos egyelőre európai dátummal nem szolgálhatunk, azért reméljük, hogy ami késik, az nem múlik. A Microsoft licenc szerződést kötött a Train Simulatorral ismert Dovetail Games-el, így a srácok repülős játékokat készíthetnek a Flight Simulator technológiáját felhasználva. Elsőként is kicsit kipofozva megkapjuk a Microsoft Flight Simulator X Gold Edition-t, utána pedig határ a csillagos ég. A Double Fine hivatalosan is megerősítette, hogy az E3-on bejelentett Grim Fandango HD nem csak PlayStation 4-re és PlayStation Vita-ra érkezik, hanem PC-re is, azonban megjelenési dátumot még nem kaptunk. A Rebellion programozási vezetője Kevin Floyer-Lea elárulta egy interjúban, hogy nem elképzelhetetlen egy Alien vs. Predator folytatás, amihez már van is pár ötletük. Reméljük, az ötleteken felül a végeredmény is minőségi lesz. A The Farm 51 csapata bejelentette, hogy az eddig PC-n és Xbox 360-on elérhető Deadfall Adventures hamarosan PlayStation 3-ra is megjelenik. Az akció kalandjátékban James Lee Quatermaint irányítva kell kincsek után kutatnunk, de a régi küldetések között pár újat is találhatnak majd a rajongók, feltéve ha vannak ilyenek. Alex Rigopoulos, a Harmonix vezérigazgatója elárulta, hogy nincs elfeledve a Rock Band sorozat, de egyelőre kivárnak, ami nem is csoda, hiszen egyszerre 4 zenés játékon is dolgoznak jelenleg. Műsorunk végére ezúttal is tudunk egy álhírrel szolgálni, mégpedig len, ugye a Sledgehammer Games által heggesztett Call of Duty még meg sem jelent, már mindenki a következő epizódot taglalja, ami valószínűleg visszatérhet a múltba, legalábbis eddig ezt hittük. Nos, az Activision bejelentette, hogy a jövőre érkező epizód a múltnál múltabbra visz, mégpedig a Ubisoft Assassin's Creed Unity-tól lopva a francia forradalmak idején aprítatunk majd kardokkal, ágyukkal, muskétákkal, szóval atompuskaporos hangulat várható. Sőt, még az élőholtak is visszatérnek az Aristocrat Zombies módban. Műsorunknak ezúttal is a végére értünk, de mit nekünk a nyári hőség, szállítjuk az újabb hírösszefoglalókat is, de addig is élvezzétek a hőséget. Sziasztok!